legnagyobb forgalmat biztosítják. Ilyen és ehhez hasonló szivattyúkat, valamint motorokat gyárt a Grundfos székesfehérvári üzeme. A kézi gyártósoron dolgozik Csordás Péter, aki azt mondja, hogy ez életének eddigi legjobb állása, mert itt elismerik a munkáját, pedig megváltozott munkaképességűként tevékenykedik a vállalatnál. Úgy érzi az ember, hogy itt megbecsülik, szóval én egy-két helyen, hogyha úgy körülnéztem, előtt ide kerültem volna, más cégeknél itt szerintem sokkal jobb. A következő években mintegy 400 embernek lesz lehetősége arra, hogy megtapasztalja, milyen is ennél a cégnél dolgozni. A Grundfos ugyanis gyárat épít a mostani épület mellé. A város polgármestere szerint az, hogy a nemzetközi vállalat az új gyár építésének helyszínéül Székesfehérvárt választotta, pozitív visszajelzést jelent, mind az infrastruktúra, mind a szakemberek felkészültségének tekintetében. A meglévő gyára mellé egy második gyárat is épít, és ezt itt a városunkban teszi, hiszen azt mutatja, hogy az itteni munkaerő mind személyiségében, mind felkészültségében alkalmas arra, hogy a tapasztalatok alapján még egy gyár építésébe a cég belevágjon. Az infrastruktúrája a városnak adott ehhez, és úgy látszik, hogy jól is érzi magát, otthon érzi magát ez a cég Székesfehérváron. A 20 000 négyzetméteres új gyár építése a következő év tavaszán kezdődik, a gyártás pedig egy évvel később indul be. Az ügyvezető igazgató azt mondja, a jelenlegi tatabányai kutatásfejlesztési egység is városunkba költözik majd, ráadásul az itt dolgozók létszáma a duplájára nő. Számukra egy 5000 négyzetméteres labort alakítanak ki. Összesen 25 000 négyzetméter, amiből 20 000 négyzetméter maga az épület, a többi pedig irodai és szolgáltató épület lesz. Ebben a 20 000 négyzetméteres termelés épületből körülbelül 5 000 négyzetméter lesz a labor, ami a kutatásfejlesztés szolgálja. Az új üzemben óriás szivattyúkat készítenek majd a szakemberek, amelyeket például atomerőművek hűtésére és szennyvízkezelésre lehet használni. A beruházás első üteme 4 milliárd forintba kerül, amelyet a dán családi tulajdonban álló vállalat önerőből finanszíroz.